A jó munkához idő kell, tartja a mondás. Ha valaki, egy grafikus biztosan osztja a gondolatot. Sarkadi Adrián ma már szívesen tölti az idejét egy-egy rajz tökéletesítésével, pedig tehetség ide vagy oda, volt, hogy eltávolodott a művészettől. Néhány éve egy állatmenhely rajzpályázata inspirálta, hogy ceruzát ragadjon. De ahhoz, hogy igazán komolyan foglalkozzon szenvedélyével, egy baráti beszélgetésre volt szüksége. Valahogy szóba került ez a dolog, hogy én úgy szeretek rajzolni, és úgy szeretnék ezzel foglalkozni, de ez még nagyon ábrándszerű volt, és odaig jutottunk a beszélgetésben, hogy a végén azt mondtam, hogy legyen akkor jelentkezem valamilyen felnőtt képzésre. Így Debrecenben jelentkezett egy 2 éves kurzusra, amit tavaly decemberben fejezett be. A tehetségét már fiatalon felismerték, hiszen kisgyermekkora óta rajzolt. Az általános iskolából képzőművészeti középiskolába felvételizett, de végül meghátrált. Ezen már nem bánkódik, a nemrég elvégzett kurzuson ugyanis sok tapasztalatot szerzett, például a rajzolás digitális oldalát is megismerte. Én úgy gondolom, hogy mindennek oka van, tehát véletlenek nincsenek. Most, hogyha ez a dolog ez időről időre visszajön az életembe, akkor ezzel foglalkozni kell. Tehát ezért is jelentkeztem a felnőtt képzésre. Igaz, hogy ehhez a szakmához igazából nem kellene maga a bizonyítvány, de én úgy gondoltam, hogy ettől csak több leszek. A képzés elvégzése után úgy gondoltam, ideje előre lépni. 3 portré készítését ajánlotta fel jótékony célra közösségi oldalán, a befolyt összeggel egy helyi állatvédő egyesületet támogatott. A poszt hamar népszerű lett. Eleinte mellékállásban rajzolt, de ez idő hiányában nem volt fenntartható. Ezért fontos döntést kellett hoznia, mindezt 2 gyermekes édesanyaként. Amint főállású vállalkozó lettem és kielveszettem volna, hogy na most már itthon vagyok, pontosan akkor zárták be az iskolát, úgy márciusban, úgyhogy ez egy kicsit visszafogott, nehéz több helyre figyelni, tehát rájuk is figyelni, meg átszellemülni valamilyen szinten a rajzoláshoz, de most már azt hiszem, hogy egyenesben vagyok. Adrián azt vallja, a munka csúcsa az, ha valaki azzal foglalkozik, ami egyben a hobbija is. Szakmailag a fotorealisztikus alkotás felé halad. Ennél mérehatóban adja át az eredeti fénykép részleteit a hiperrealisztikus ábrázolás, de őt ez kevésbé foglalkoztatja. Vannak bizonyos fényképek, amiket érdemes megrajzolni, mert azzal javíthatunk rajta, vagy egy más perspektíva lesz, vagy valami mást mutathatunk meg, ami esetleg az eredeti fotón nem látszik. Viszont vannak olyan fényképek, amihez nem érdemes hozzányúlni, mert az úgy jó, ahogy van. Nagyon-nagyon csodálom azokat az embereket, azokat az alkotókat, akik annyira tudnak rajzolni, hogy azt meg nem mondaná ember, hogy az nem fotó. Viszont az ennyire tökéletes alkotásukban nekem hiányzik maga a művész. Tehát egy kis pluszt saját magunkból szerintem adni kell bele. Rajzolni zenehallgatás mellett szeret, úgy felszabadultabban dolgozik. Az elmúlt években sokféle eszközt kipróbált, jelenleg olaj és viasz alapú ceruzákat használ, számára leginkább ezek váltak be. Adrián egyébként embereket és állatokat is rajzol, de utóbbiakat szívesebben. Bennük van valami természetes báj, ami már az emberekből nem azt mondom, hogy kiveszőben van, de egy fotózás során az ember próbál a lehető legjobban kinézni, a legelőnyesebb oldalát mutatni, míg az állatokban ez természetes, tehát ő mindig olyan, amilyen. Ők nem mesterkéltek, ők mind különlegesek. A jelenlegi megrendeléseiből származó jövedelme egy részét továbbra is az állatmenhelynek ajánlja fel. Elmondása szerint fontos számára, hogy segítsen a rajzai által. A művészetet önkifejezésnek tartja, amiben igazi boldogságot az jelent, ha őszinte örömet lát azokon, akiknek rajzol. Nem feltétlenül azért, mert hogy úristen annyira jól sikerült, hanem például sokan kérnek az elpusztult kedvencükről portrét emléknek, és hát a nagyobb elismerés nem kell, amikor elsírja magát az illető, amikor meglátja. Tehát akkor tudom, hogy célt értem, akkor azt a kutyust rajzoltam, vagy cicát, és akkor az ő.